Köszöntöm nézőinket, a hét témáját látják, és benne egy remek hírrel jelentkezünk, amelyről biztos már nézőink is hallottak. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete az év vendéglátósa díjat 2023-ban Erhard Zoltánnak adományozta. Erhard Zoltán, a soproni Erhard étterem, panzió és kézműves pékség tulajdonosa. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Számomra megtiszteltetés. És remélem, a nézők kivételesen elnézik azt, hogy tegeződünk, mert nehezen menne az, hogy nem tegeződünk, mert nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást. És hát én nagyon régóta drukkoltam már ahhoz a nagyszerű dologhoz, amelyet kezdeményeztél 20 évvel ezelőtt nagyjából, két évtizede? Hát 23 évvel ezelőtt egy családi vasárnapi ebédnél kezdődött az Erhard brandnek a sztoria. Hát ez hogy is nézett ki? Beavatsz minket a részletekbe? A feleségemmel, édesanyámmal, édesapámmal ültünk egy asztalnál, és friss egyetemi végzettség után agrármérnökként és szőlészborász szakmérnökként végeztem, és mindenképpen a borral és a gasztronómiával szerettem volna foglalkozni, úgy, ahogy a Zsuzsi, a feleségem, ő is idegenforgalmi közgazdász, és úgy döntöttünk, és megkértük édesapámékat, hogy mi lenne, ha elkezdenénk egy közös családi vállalkozást, úgyhogy ők biztosítanak nekünk egy ingatlant, esetleg amiben egy kis éttermet tudunk nyitni. Úgyhogy így kezdődött egy vasárnapi ebédasztalnál. Menjünk akkor vissza az időbe, akkor közel 2,5 évtizeddel ezelőttre, mert hogy én most már annyira nem emlékszem, hogy akkoriban mennyire volt konkurencia Sopronban mondjuk éttermek szintjén. Hogy nézett ki akkor a paletta? Igazából 23 évvel ezelőtt mi még nem voltunk jártasok abban, hogy a soproni gasztronómiában mi zajlik. Nyilván azt mindenki tudta és látta azt, hogy rengeteg osztrák vendég volt. A fodrászatokban már reggel 6-kor ültek a vendégek, 7 órakor már marha pörköltet és rántott húst tettek az éttermekben. Tehát egy más jellegű vendéglátás volt, mint ami a mai napon folyik. Mi azt láttuk, hogy Sopronban egy-két olyan étterem volt, aki a borral igazán komolyan elkezdett foglalkozni, és annak idején mi a borra helyeztük a fő hangsúlyt, hogy mivel szakmánk volt, hogy a soproni borvidék borait megfelelő ételekhez párosítsuk. Elhangzott már az, hogy tulajdonképpen egy új vonalat, nyomvonalat próbáltatok kijelölni. Ugyanakkor mind a mai napig az újítás mellett, ami nagyon fontos ismérvetek jellemzőtök, a hagyományok ápolása is középpontban áll. Hogyan lehet a gasztronómiában ezt összehozni? Ugye 2005 májusában nyitott, 19. évesek vagyunk, májusban leszünk 19 évesek. Gyakorlatilag egy-két év üzemelés után ráébredtünk arra, vagy hát én ráébredtem arra, hogy ez a dolog csak úgy fog működni, hogyha az egyes szakmákat, amik az étteremben működnek, azt mindenképpen ki kell tanulni. Így elmentem Sopronba a vendéglátóiskolába, szakácsképzésre, vendéglátóüzletvezetői tanfolyamot végeztem el, és nyilván külföldi utakra fizettünk be, ahol pénzért olyan tanfolyamokra, esetleg stázsolásokra jutottunk el, ami azt gondolom, hogy megalapozta ezt az utat, amin járunk. Ugyanakkor elmentek külföldi tanulmányutakra, és mégis mindezt ugye itthon kell megvalósítani. Tehát ott biztos nagyon-nagyon sok olyan példát láttatok, ami nagyon jó, ami inspirál, amire azt mondja az ember, hogy igen, milyen jó lenne itthon is megcsinálni, de gondolom, hogy azért mégiscsak az adott ország, akár vidéknek a jellemzőit mindig nagyon-nagyon fontosan meg kell ítélni, meg hát középpontba tartani. Ugye itt a modern gasztronómia után kutattunk, és az, hogy a helyi alapanyagokat mi hogyan használjuk, a magyar alapanyagokat, a hungarikumokat, ahhoz látni kell azt, hogy külföldön hogyan foglalkoznak ezek az éttermek és azok a séfek, akik tényleg elismertek ezzel. És az is nagyon-nagyon fontos, azt gondolom, hogy azért több eszemben beszélsz. Ez most a te sikered, óriási sikered, ami nyilván egy összegzésre is lehetőséget ad, de nem véletlenül beszélsz több eszemben. Valóban az én életutamnak a sikere ez,
de ez a siker, jelenleg 52 kollégával dolgozunk, ebből közel 10 tanulóval, akik a Soproni Vendéglátótechnikumba és a Berg Gusztáv Szakképzőiskolába Kapuvárról pékcukrász, illetve szakácsfelszolgáló diákokkal. És ezt azért említem, mert hogy nagyon sok ilyen diákból olyan kollégákat tudunk kinevelni, akikkel a mai napig együtt dolgozunk. És itt térnék rá arra, hogy jelenleg az étteremvezetőnk is volt tanulónk, a Kocsis Dávid, és szakácstanulónk volt jelenleg a pékségnek a 23 éves vezetője, akit Noelnak hívnak, aki át is képezte magát, és a Berg Gusztáv iskolában ő is elvégezte a pékcukrász képesítést, és most már 2 éve vezeti a pékséget. Nagyon-nagyon érdekes lehet az, hogy honnan lehet meglátni egy fiatal, kezdő, még nem szakemberről, aki csak szeretne ugye a szakmájában dolgozni, hogy tehetséges, hogy van affinitása. Mi az a tulajdonság, melyek azok a tulajdonságok, amik miatt azt látod, hogy ő vele azért hosszabb távon is jó lesz majd tervezni? Családi háttér szerintem nagyon fontos, és a támogatás az, hogy a diák azt tanulja, amit valóban szeretne tanulni, és nem kötelezik arra, hogy mondjuk vendéglátóiskolába menjen. Én azt gondolom, ez egyik legfontosabb. A másik az, hogy ott kezdjük a mai diákokkal, hogy már annak nagyon örülünk, hogy megjelennek a munkahelyen, és aki például mindig megjelenik a munkahelyen, és látjuk azt, hogy dolgozni szeretne, sőt, a kiemelkedő napokon például, amikor hétvégén sokan vannak, vagy vasárnap délben nagyon sokan vannak, és minden egyes kész számít, akkor magától jelentkezik azért, hogy dolgozni tudjon. Ezekből a jelekből lehet azt látni, hogy ő tényleg olyan vendéglátó szakember akar lenni, vagy olyan szakács felszolgáló akar lenni, akikkel érdemes igazán foglalkozni. De büszkén mondhatjuk el, hogy azért nagyon sok olyan ifjú titán került ki a kezünk közül, itt a felszolgáló és a szakács szakmában is, pék cukrász szakmában még nem, most lesznek az első végző diákjaink, akik nagyon-nagyon szép eredményeket értek el már a magyar gasztronómiában. Nagyon fontos visszajelzés azt gondolom egy étterem szempontjából, akár egy kézműves pékség szempontjából a törzs vendégeknek a jelenléte, amikor visszatérnek, mert nagyon elégedettek. És azt gondolom, arra különösen büszkék lehetek, hogy nálatok ez nagyon-nagyon szép számú, nagy számú, és itt nem csak a soproniakra gondolok, hanem akik éppen átutaznak a városon. Ugye a legfontosabb mindig a helyi törzs vendég. A helyi törzs vendég, tehát ugye a törzs vendég misztikuma tulajdonképpen ki egy törzs vendég? Jó kérdés. Ugye az is lehet törzs vendég, hogyha mondjuk évente, vagy 2 évente, vagy 10 évben egyszer Sopronba jár, akkor biztos, hogy meglátogatja az éttermet. És az is lehet törzs vendég, aki hetente mondjuk 2 alkalommal eljön az étteremben, egyszer mondjuk egy napi menüt fogyaszt, egyszer pedig beül estére, és egy pezsgővel egy finom vacsorát elfogyaszt. Tehát a törzs vendég a legfontosabb vendég egyébként, ugyanis egyetlen egy média, egyetlen egy nem lehet a szájhagyomány útját még mindig semmihez hasonlítani, ugyanis ha egy törzs vendég elégedetten távozik, akkor biztos, hogy másik 2 törzs vendéget fog hozni magával, és hogyha ők is elégedetten távoznak, akkor pedig az étterem tele van. Beszéljünk azért a kézműves pékségről is, mert ebben is, ahogy az étteremben megelőztétek azért a korotokat, hiszen a mostani díj azt is bizonyítja, hogy hihetetlen jó úton jártatok az elmúlt több mint 2 évtizedben, amikor egy nagyon minőségi vendéglátást tűztetek ki célul, mégis hagyományos házias ízekkel megspékelve. De a kézműves pékség is, amikor elindult, akkor még nem volt ennyire... Lehet, hogy ez nem a legjobb megfogalmazás, felkapott a kézműves pékségnek a fogalma. Tehát akkor hittetek Igen. már a jó kovászos kenyérben, amikor más még nem. Igen, nekem mindig álmom volt az, hogy a vendégek asztalára már egy fogadófalat, vagy egy szelet kenyér olyan kerüljön ki a panzió vendégnek a reggelibe, amit mi készítünk el.
és 2018-ban a Stílusos Vidéki Éttermiség, ugye ott 14 óta vagyunk tagok, ez Magyarország legjobb vidéki éttermeinek az egyesülete, szervezett Budajenőn egy kis kovászos tanodába egy kovászos kenyérkészítő tanfolyamot, és ezen részt vettem, és ott teljesen megfertőzöttem, és 2018 óta folyamatosan gyakorlatilag egy év alatt eljutottunk olyan szintre, hogy már az étteremben a vendégeknek tudtuk adni a kenyereinket, és ugye 2020 márciusában nyitottuk meg. Másnap, amikor a Covid miatt ugye az éttermeket bezárták, és a panziókat bezárták, akkor nyitottuk meg a kis kézműves pékségünket, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó úton jár, és ott is rengeteg törzs vendég és törzsvásárló van, akik az Erhardt nevét népszerűsítik. Igen, hát a nézők nekem biztos elnézik, ha megemlítem, hogy azt a fajta ropogós kis kiflit egyszerűen utánozhatatlan, amit nálatok például az ember megkóstolhat. Tényleg minden fantasztikus. Csupa-csupa pozitívumról beszélgettünk az elmúlt időszakban. Én mégis azt gondolom, hogy egy ilyen siker mögött kellenek mélypontok, amiből az ember kijön és akár erőt merít, hogy ki tudott jönni. Volt nálatok a 20 évben olyan, amikor így egy picit azon gondolkodtatok, hogy érdemes volt ebbe belevágni? Jó úton járunk, vagy ilyen soha? Nyilván mindenkinek volt mélypontja. Tehát, hogyha az ember elveszít egy vezetőt például, akkor az biztos, hogy mélypont, mert egy vezető, tehát itt most egy séfre gondolok, egy üzletvezetőre, egy irodai kolléganőre, hogyha egy ilyet elveszt az ember, akkor ezt az egészet újra fel kell építeni. Mert hogy azt gondoljuk, hogy tulajdonosként, meg ugye minden szakmában is szakmai tudásunk van, de akik minden nap ezzel foglalkoznak a vezetőink, ők nyilván sokkal jobban értenek hozzá, mint mi, mert hogy ők csinálják ezt minden nap, és ők látják a vendégeket vendégül. Úgyhogy ez nyilván egy mély pont, és ezeken mindig át kell dolgozni magunkra. De hogyha a konyhai vezetőt nem említettem még, Major Séfet, aki 40 éven keresztül a Hotel Lővérben szorgoskodott, tanulóként kezdett ott, és most az Erhardtnak a gyakorlatilag a konyhájáért, minden porcikájáért ő felel, és büszkén mondhatom el, hogy egy olyan ember, aki mondjuk szállodában dolgozott 30-40 éven keresztül, egy alakart konyhára beállt, és tökéletesen végzi a feladatát, és nagyon-nagyon jól tudunk együtt dolgozni vele. Azon kívül mélypontok még, hát nyilván itt azért a 2019-ben, ami történt 20 év elején, ugye a Covid és az energiaválság, ez nagyon-nagyon nehéz időszak volt, amikor ugye a határok bezáródtak, gyakorlatilag csak a helyi vendégre, idézőjelben csak, mert a helyi vendég, ugye elmondtam, hogy a legfontosabb, de csak a helyi vendégre számíthatott egy ilyen étterem, aki egyébként a teljes nemzetközi palettán, és a nemzetközire itt akár Tókióból is van törzs vendégünk, aki ha Európába jár, meglátogat minket, csak a helyi vendégre lehetett számítani, és nyilván a pékség az egy nagyon nagy előnyünk volt, hogy ezzel elkezdtünk foglalkozni, mert emiatt élte nyilván túl az étterem is, mert hogy két éven keresztül, ha valami zárva van, akkor azt nem lehet fenntartani, hogyha nincsen valami más, ami finanszírozza. Végül egy nagyon rövid kérdés, játsszuk azt, hogy én most vendég vagyok, és szeretem a könnyedebb ételeket. Milyen főételt javasolnál most per pillanat nekem? Most hoztunk egy biokecske sajtot, amit grillezve készítünk el, és egy friss, egy ilyen langyos salátával kínálnám, mondjuk egy sütőtök pürével. Nagyon jól hangzik. Köszönöm szépen az ajánlatot és a beszélgetést, és sok-sok sikert kívánok a jövőben is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, a hét témáját látták. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!